Elérkezett 2024, azonban Halásztelek településének vezetése kényelmesen nem dőlhet hátra a karosszékében, hiszen számos olyan fejlesztés van, ami már egyrészt megkezdődött 2023-ban, illetve amelyik ebben az évben fog elkezdődni. Mik ezek? Jelenleg is folyik a Szent Erzsébet térnek a felújítása. Ez az egyik legnagyobb projektünk volt a tavalyi évben. Egy elhanyagolt térről beszélünk, ez a római katolikus templom előtt található tér, a Kisgyár utca és a Somogyi Béla utca kereszteződésében. Itt a teljes tér felújításra kerül. A meglévő aszfalt burkolat új aszfalt burkolatot kapott, illetve egy szintelválasztással lett egy parkoló térkőburkolata, egy sétány térkőburkolattal kialakítva. Ide fákat tervezünk ültetni, a közvilágítási hálózat bővítése megtörtént. Azt reméljük, hogy ezzel a beruházással a városközpont egy színvonalas teret fog kapni. Az említetteken kívül mik még azok a fejlesztések, amik jelentősek, amik már megkezdődtek? 2022-ben indultunk egy pályázaton, ahol nyertünk egy bölcsődeépítést, és ez az idei évben fog megvalósulni. Jelenleg a közbeszerzés zajlik, és az idei évben az építkezés is elkezdődik, illetve remélhetőleg évvégével befejeződik. Ez egy 4 csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsöde. A halásztelki bölcsödei férőhely szám ezzel megduplázódik, jelen pillanatban 56 férőhelyes bölcsödénk, és ugye 112-re nő az önkormányzat által fenntartott férőhelyek száma. A bölcsöde beruházás mellett milyen lehetőségek lesznek még a kiskorúak elhelyezésére Halásztelken? A mi beruházásunk mellett egy magánbölcsöde beruházás is zajlik Halásztelken, remélhetőleg az év elején ez is megnyitja a kapuit. Milyen utakat, árkokat érintő fejlesztések lesznek 2024-ben a városban? A ciklusban közel 6 km útfejlesztés történt, ezt meg a közmeghallgatáson erről korábban be is számoltunk részletesen, illetve egy táblázatban megmutattuk, hogy mely utcákban lettek martaszfaltos, illetve hengeretaszfaltos felújítások. Az idei évben is szeretnénk több martaszfaltos utat létrehozni, illetve a meglévőknek a kátyúzását. Az egész városban probléma a kialakult kátyúknak a helyzete, illetve a sokasága. Itt a tavasz folyamán szeretnénk az összes kátyút kijavítani, csak nyilván megvárjuk, amíg az idő kicsit jobbra fordul, és elfogadjuk a költségvetést februárban, akkor utána el tudjuk kezdeni ezeket a munkálatokat. Emellett járdafelújítás fog idén még történni. A Táncsics Mihály utca és a reptér között hálózatfejlesztés történt. Itt már az önkormányzat úgy kérte, hogy térkőburkolattal legyen a járda megcsinálva, kijavítva. Itt még a Táncsics Mihály utca és a Dózsa-György utca között szintén térkőburkolattal szeretnénk felújítani a jelenleg meglévő rossz állapotú járdát, illetve a Kisgyár utca és az Új utca közötti szakaszon szeretnénk még megcsinálni. Tervben van az Árpád utca és az Aldi közötti szakaszon, ugye ez a város külső részét érinti, hogy itt is járdafelújítás történik az idei évben, viszont itt aszfaltburkolattal fogjuk megcsinálni. Az idei évben szeretnénk megvalósítani a Költők parkját, ami a Halásztelki Civil Társaság kezdeményezésére történt. Ez az Ady Endre utca, Katona József utca, illetve az Arany János utca közötti szakaszon található elhanyagolt területen fog elhelyezkedni. És itt a Halásztelki Civil Társaságnak volt egy rendezvénye, ahol az egész bevételt ennek a parknak a létrehozására fordították, ez kb. 10%-át teszi ki a teljes beruházásnak, a többit pedig nyilván az önkormányzat mellé fogja rakni, és az idévé költségvetésbe szeretnénk betervezni. Az említett park mikor készülhet el? Februárban fogadjuk el a költségvetést, remélhetőleg tavasszal elkezdődik a park kivitelezése, és reméljük, hogy a nyár elejére elkészül. Az előző évekhez képest milyen különbségek vannak 2024-ben, illetve az elkövetkezendő időszakokban? Az előző években az anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, részben az örökölt adósságunk miatt, de például az idei évben is ugye a Szent Erzsébet teret önálló beruházásként tudtuk megcsinálni önerőből, és reméljük, hogy jövőben is tudunk ilyen beruházásokat létrehozni.